költségvetést meg kell újítani, más szerkezetű költségvetés kell, valószínűleg a bővítésére is szükség van. Az agrártámogatásokat ki kell egyenlíteni. Nem biztos, hogy úgy, hogy mi nekünk többet kell adni, de hogyha a nyugat-európai termőnek a támogatását lecsökkentik a magyarországi szintre, akkor ez már a mi versenyképességünket föltétlenül növeli. Az energiapolitikában közös fellépésre van szükség, hogy az orosz Gazprom ne tudjon oszd meg és uralkodjot játszani. Az energiapolitika egy lépéssel választa el bennünket a környezetvédelemtől, ahol föltétlenül szükség van az energiafüggőség, a gázfüggőség csökkentésére is. A munkaerőpiacot ma a széttöredezés veszélyezteti, még mindig vannak országok, amelyek nem nyitották meg a maguk munkaerőpiacát. A munkaerőpiac egységesítéséből viszont csak akkor tudunk hasznot húzni, hogy az oktatásra mindenféleképpen nagyobb hangsúlyt helyezünk, nem csak Magyarországon, hanem Európában is. A szociálpolitikának, célzottnak, rászorultsági elvűnek kell lenni, a biztonságpolitikának sokkal Európai Uniós szemléletűbbnek, és a bővítés tekintetében is kell Magyarországnak álláspontjának lenni, elsősorban a nyugat-balkáni hét kis ország fölvétele tekintetében. Közben kell, hogy vágjak, mert az idő. Köszönöm szépen. Második témánk, Magyarország mérlege és jövője az Európai Unióban. Szintén ebben a sorrendben, és szintén 3,5 perc. Szent Iványi István. Mi szabaddemokraták elkötelezett Európa pártiak vagyunk. Nekünk meggyőződésünk az, hogy Magyarország számára Európa az egyetlen igazi lehetőség, hogy Magyarország nyertese ennek az 5 évnek. De nem vagyunk kritikátlan dicsőítői az elmúlt 5 évnek. Sok mindent köszönhetünk magunknak, ami probléma vagy hiba volt, és hát sajnos sok mindent persze az Európai Uniónak is. Tehát amikor egy újabb 5 évet készítünk elő, akkor van terv a fejünkben azt illetően, hogy mit kell változtatni Európán. Mit kell változtatni azért, hogy a magyar állampolgároknak és minden uniós állampolgárnak jobb legyen ez az Európa, és hogy Európa egészében is jobb legyen, versenyképesebb legyen, eredményesebb legyen a globális versenyben. Az első, amit itt szeretnék kiemelni, azok a változtatások, amelyek közvetlenül érintik a magyar állampolgárokat. Ilyen a munkavállalás szabadságának teljes kiterjesztése. Jelenleg Németországban és Ausztriában még mindig nem vállalhatnak munkát a magyar munkavállalók. Ilyen a kis- és középvállalkozások számára a szolgáltatás nyújtás szabadsága, azaz az a szabadság, hogy mindenfajta jogi és adminisztratív korlátozás nélkül bármely magyar kőműves, szoftveres, fodrász vagy autószerelő bárhol Európában, bármelyik tagállamban nyújthasson szolgáltatásokat a hazai szabályok szerint, tehát az itthoni szabályok szerint. Fontosnak tartjuk azt, hogy minden magyar egyetemi és főiskolai hallgató tanulmányai során 1 fél évet eltölthessen az Európai Unió valamelyik tagállamának egyetemén és főiskoláján. Ez egyébként teljesen egybevág az európai liberálisok követelésével is. Úgy gondoljuk, hogy ezért ez sem kell bővebben megindokolni, hogy miért fontos. Természetesen fontos az euró bevezetés felgyorsítása, hiszen mi mindannyian szenvedünk ma a magyar forint gyengeségétől és az ezzel kapcsolatos kockázatoktól. Fontosnak tartjuk a felzárkóztatási támogatások szinten tartását vagy növelését és a felhasználási szabályok egyszerűsítését. Ebben a 7 éves ciklusban Magyarország 25 milliárd eurónyi támogatáshoz juthat. Mi azt szeretnénk, hogy a következő 7 éves ciklusban legalább ennyi támogatás jusson. Én magam résztvevője voltam, a két magyar képviselő egyike voltam, aki az előkészítő bizottság, a 7 éves költségvetés előkészítő bizottságának tagja voltam. Szeretnék részt venni ebben a munkában a következő 7 éves költségvetést illetően is. És hát engedjék meg, hogy itt kiemeljek még egy utolsó kérdést, a kisebbségi jogok kérdését. Nagyon sokat tettünk azért, hogy legyen egy egységes európai kisebbségvédelmi rendszer. Ezt folytatni kell, hogy a határon túli magyarok számára is egy biztonságot jelentsen Európa, otthonuk legyen, és a roma stratégia elfogadása is egy fontos feladat a következő 5 évnek, beleértve az anyagi támogatásokat is. Köszönjük. Köszönjük, Türmen Gyula. Munkáspárt megítélése szerint az Európai Uniós tagságunk 5 esztendeje egyelőre semmi jót nem hozott. Azért léptünk be az Európai Unióba, és a munkáspárt támogatta is ezt annak idején, hogy függetlenebb és erősebb legyen a magyar gazdaság. Ezzel szemben a magyar gazdaság ma teljes mértékben a nyugattól, a külföldtől függ.
20 esztendővel ezelőtt a GDP-nek 1,7%-át adták a multinacionális vállalatok, ma 70%-át. Ez két ok miatt lehetséges, egyrészt mert ide akartak jönni, és az Európai Unió nem, hogy nem szolidáris velünk, ahogy itt Göncz Kinga próbálja nekünk ezt bemagyarázni, hanem kifejezetten a magyar érdekek ellen lép fel, kizsákmányolja a magyar vállalkozói réteget és a magyar munkás réteget is. De van másik oka is. Magyarországon kormányok voltak, kormányok, amelyek lehetővé tették, hogy a multinacionális tőke ide jöjjön. Kormányok voltak és vannak, amelyek évente 1000 milliárdnál több pénzt adnak a multinacionális vállalatok támogatására. Ezeknek a kormányoknak az igen tisztelt képviselői három párt jelenlét képviseletében is itt vannak. Tehát amikor a magyar érdekek és a munkás érdekek képviseletéről beszélünk, akkor a tényekről kell beszélni. Nem értük el azt sem, hogy a magyar munkás annyit keressen, mint amennyit keres az osztrák vagy a német. Az árak azok ma olyanok, mint Bécsben, a béreink pedig tizedét teszik ki az osztráknak. És a magyar kormányok soha egy büdös szót nem mondtak a magyar munkás és a magyar dolgozó érdekéért. Mit kell tenni? Egy, meg kell Magyarországot erősíteni. A multikat, akinek lejárt a szerződése, haza kell küldeni. Nem kell a bevásárlóközpontok tömkelegével a falvakat lenteni. A magyar vállalkozóknak kell odaadni, álljanak össze, ők is tudnak olyan bevásárlóközpontot csinálni, amit csinálnak a nagyok. A magyar vállalkozó az itt tartja a pénzét. Magyar munkaerőt alkalmaz, itt használja fel a hasznát. Másik dolog, a munkatörvénykönyvet be kell mindenütt tartani. Külföldi legyen, vagy magyar, be kell tartatni. Harmadik dolog, a magyar vállalkozót kell támogatni, ők adják ma a legtöbb munkáját az embereknek. És a munkáspárt abban érdekelt, hogy a magyar munkás a magyar vállalatnál dolgozzon. De másra is szükség van. Érem szépen, nem feküdne a Nyugat-Európai Uniónak, ahogy azt tették az MSZP-SZDSZ kormányok az elmúlt időszakban. Meg kell nekik mondani, hogy vagy segítenek és osztoznak a válság leküzdésébe, vagy kiszállunk ebből a buliból. Nem kötelező Európai Uniós tagnak lenni. Mi támogatjuk, hogy legyünk az Európai Unió tagjai, nem vagyunk Európa ellensége. De nem vagyunk hajlandók a cselédszobába lakni. Jelenleg pedig ott vagyunk, és a gyarmati sors vár ránk ezen az úton. Meg kell mondani, kérem szépen, az ír nép leszavazta a lisszaboni szerződést, a magyar nép csak azért nem szavazhatta le, mert az MSZP-SZDSZ kormány nem volt hajlandó népszavazásra tenni. Lehet, hogy a magyar nép is nemet mondott volna erre a szerződésre. Ma azért csak 22 képviselőt küldünk az Európai Unió, és nem 23-at, mert az igen tisztelt kormányképviselők elfogadták a nizzai szerződést. És azért nem biztos, hogy lesz Magyarországnak biztosi képviselet az Európai Unióban, mert belemerk egy számunkra eleve előnytelen szerződés. Köszönjük. Göncz Kinga. Nem tudom, hogy ez nem a reakció ideje, de egy mondással lehet reagálnom. Jó. Van egy ilyen régi mondás, én anyáméktól hallottam, miszerint kitolok a mávval, gyalog megyek. Körülbelül ez az, ami jellemzi azt, amit Türmer Gyula most mondott. Azt hiszem, hogy nem tehetjük meg, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy ez egy globalizált világ, ahol nyilvánvalóan egy félmilliárdos lakosság számú Európai Unió sokkal erősebb, nyomatékosabb szereplője ennek a világnak, mint egy 10 milliós Magyarország. Lehet bezárkózni, de ez beláthatatlan veszélyeket jelentene, hogyha nem lennénk Európai Uniós tagország, akkor nem, hogy itt nem tartanánk, ahol most tartunk, hanem sokkal-sokkal nagyobb bajok lennének. Azt hiszem, itt a válság kapcsán mindenki követte például Izland példáját, amelyik sokkal fejlettebb Magyarországnál is, amelyik nem kapott Európai Uniós szolidaritást és segítséget, és tudjuk, hogy néhány nap alatt omlott össze pénzügyi helyzete, gazdasága és mindenféle egyéb. Tehát azt hiszem, hogy Magyarország számára az Európai Unió ezért fontos, mert ennek révén tudja részben befolyásolni a döntéseket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindent Magyarország határoz meg. Az Európai Uniónak eleve az alapelve, hogy egyezkedések vannak, kompromisszumok vannak, ahol mindenkinek a szempontjait figyelembe veszik, másét is, nem csak Magyarországét. De ez még mindig sokkal fontosabb nekünk, vagy sokkal jobb nekünk, mint hogyha kívül lennénk. Én azt hiszem, hogy ez nem kérdés. Az Európai Unió automatikusan nem old meg helyettünk semmit, viszont nagyon nagy lehetőségeket teremt. Ahogy említettem, részben a védőernyője révén, és ez nem csak gazdasági védőernyő, hanem az értékeit tekintve is nagyon fontos. Én most nagyon sokat jöttem, mentem az országba, és én azt látom, hogy azok a közösségek, ahol van egy-egy
olyan vezető, vagy van egy erős közösség, amelyik tudja, hogy merre szeretne tartani, azok fantasztikusan jól tudják használni a saját céljaik megvalósítására az Európai Uniós forrásokat. Nagyon sok minden történik az országban, és őszintén remélem, hogy az emberek a szemüknek hisznek.